Szavaztok, szavaztok, újra itt vagyok, ez pedig a Minden a műsor. A mai műsorban egy igazi különlegesség került terítékre. A 2016-os magyar főzésű sörök közül az év sörének választott Jam 72, mely a Mad Skyosik nevezetű magyar kisüzemi sörfőzde kezei közül került ki. Így néz ki a címkéje a sörnek. És akkor nézzünk egy összetevőt, ami víz, árpamaláta, komló élesztő, semmi extra rajta, még németül és angolul, 0,33% literes maga az üveg, és 7,2%-os alkoholtartalommal rendelkezik, semmi egyéb nincs feltüntetve, koronazár, vöröses színű. Hoppá, félrenyúltam, ez is előfordul. Bontsuk ki a sört, egy kis füstelemzésre, nagyon szép. Kellemes füstje van. Remélem még a pohárba is fog kijönni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mitől lehet egy termék az év legjobbja. Ebből a tesztből kiderül, hogy ez teljesen jogos, vagy van benne kis elfogultság, vagy mellényúlás, vagy meglátjuk, mi lesz a teszt. Úgyhogy töltsük ki a pohárba. Mindig jött egy de gyönyörű szép ilyen mahagóni, sötét részszínű azt a mindenit a sör. Gyönyörű szép. Ideig meg már nem kockáztatni, hogy egy igazi vérbeli top kategória, de várjuk ki a végét. Gyönyörű szép kétúnyi, hát ilyen világos, barnás, fehéres, karamellszínű hab keletkezett. Gyönyörű szép mahagóni, sötét részvörös színű a sör. Nem tűnik túl szénsavasnak. Illatra nagyon kellemes, ilyen élesztős, déli gyümölcsös, banános felhangú. Mondta, egy kis karamellt vélnék felfedezni a háttérben. Nagyon finom, nagyon kellemes, ideig nagyon összeszedett sörnek tűnik. Mind az illat, mind a megjelenés, mind a szín, mind a hang alapján. Kóstoljuk meg. Egészségetekre! Kedves nézőim, most jön az, hogy nagy boom, mert ez a sör az IPA kategóriában igazi világszínvonalú, ezt bátran kimerem jelenteni. Annyira komplex, annyira összetett és annyira finom, hogy erre nehéz szavakat találni. Teljesen megérdemelte lett a 2016-os esztendőben az év magyar főzésű söre itt Magyarországon. Félelmetes, komolyan mondom. Nincs benne túltolva keserűség, az alkoholtartalmat egy 7,2% egyáltalán nem érezni. A habban magas alkoholtartalom ellenére gyönyörű és még mindig megmaradt. És a íze egy kis komlós, narancsos, illata az pazar. És egyre jobban erősödik benne ez a narancsos, komlós felhang. És ízre nincs benne nagyon túltolva ez a keserű, komlós íz. Most egy kicsit jobban érezni benne az alkohol, de nagyon összeszedett, nagyon összetett, nagyon komplex, igazi vérbeli, világklasszis sörrel van dolgom, kérem szépen. Csak gratulálni tudok a sörfőzőmesternek és az ott dolgozó embereknek. Ez egy igazi vérbeli big number one produktum, kérem szépen. Nagyon finom, érezni benne egy kis narancsos felhangot az ízbe. A komló is ugye dominál, minimális alkoholosságot, de azért jó-e van benne bújtatva ez a 7,2%, mint ahogy említettem. Pár nagyon durva, nagyon korrekt produktum. És illatra, na ez a fajta sör, amit egészen fel tudna szaglászni az ember, mert annyira finom, és olyan feelinget ad a kóstoláshoz, iváshoz, hogy az valami hihetetlen. Nagyon finom,
Itatja magát jó, csúszik, és miután leér a torkodon, akkor jön a nagy bum, az igazi vérbeli ízorgia, ami narancsos, kis karamellt érezni benne, nagyon finom, kellemesen, komlós. Így van egy kis déli gyümölcsös felhang. Talán valami bogyós növényt is érzek benne, de nem tudom meghatározni, hogy mit, hogy ez már annyira komplex és összetett, hogy az valami hihetetlen. Látjátok, kedves nézőink? Itthon is lehet igazi, világklasszis, top kategóriás sört főzni, és szerencsére nem ez az első ilyen produktum a műsoraim során, ami tényleg ekkora ász. Nem csak magyar szinten, hanem világszinten. Teszteltem már más sörfőzdétől is. Szintén igazi nagy ágyút. Ez is ott van a nagy ágyuk között. Teljesen jogosan, teljesen megérdemelten nyert el azt a tavalyi év sörre címet. Véletlenek ugyebár nincsenek szerencsére. Egészségetek! Gyönyörű szép a színe is, nézzétek meg, pazar. Kicsit még gyorsan összelögykölöm, azt lehúzom. Lesz valami új illatkomponens, ami esetleg előjön belőle a melegség által. Így van, ez a karamellás, édes kis erdei gyümölcsös illat egyre jobban elnyomja a komlónak és a narancsnak azt a finom, kesernyi és jellezetes illatát. Úgyhogy nagyon korrekt, meg is jöhet. Azért megmondom őszintén, mi magyarok szerencsés helyzetben vagyunk így a sörök tekintetében, csak sajnos még nem álltunk rá, nagyon nem, pedig nagyon rá kéne, hogy ezek a kis üzemek, kraftbires sörfőzdék kiváló minőségű produktumot tesznek le az asztalra. Ideig akármelyiket teszteltem, nagyon nem volt benne kivetni való. Eleinte egy-kettő volt olyan, ami egy picit talán, picit nem az, amit én vártam attól a névtől, márkától, amit szerettem volna, de az utóbbi időben elmondhatom, hogy semmi gond nem volt egyikkel sem. Kóstoljátok meg, híreszteljétek. Ha legyen minél több, minél jobb söre a magyaroknak, amit a sörszerető magyar ember igazán megérdemel. Most ne azt nézzétek, hogy mennyibe kerül az ára. A minőséget meg kell fizetni. Még mindig messze a legolcsóbb alkoholtartalom ital, ami kapható Magyarországon. Nézzétek, hogy mennyibe kerül egy kommersz, vacakszar, pálinka, a legolcsóbb is 2000 forint körül van, amit nem is lehet pálinkának nevezni, és még nagyon szar is. Nézzétek meg, 2000 forinté nem is nagyon kap sört, esetleg 7 decisbe. Sőt, kisüvegesben biztos, hogy nincs ilyen Magyarországon. Ha csak nem valami erőteljesen túltolt, alkoholtartalmú, agyon hype-olt, skót, sör. Remélem, hogy ahhoz is lesz majd szerencsém, és be tudom nektek mutatni. Egészségetekre! Hú, ez isteni volt! Le a kalappal a főzde előtt. Úgyhogy ez volt tehát a mai műsor. A Mad Skyensic-nek a Jam 72 nevezetű söre. És ne feledjétek, sörre fel, hisz inni kell. Szevasztok, legközelebb újra jövök.